Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabar vagyok! És ez itt a Let's Play Shogun Dota The Warfall of the Samurai következő része, ez pedig Chunkalo! A Merea! A legnagyobb részt most szólok, körülbelül két hónapja vettük föl, szóval lövésünk sincs, hogy mi folyik itt. Valószínűleg néhány perccel korábban kezdünk, mint ahogy a legutóbbi résznek vége lett volna, mert a save game-jeink valahogy elszálltak. Úgyhogy jó, ez ostromá lement. Ez egy olyan józajos, amit rohadt módon elvesztek, ezt azt hiszem a legutóbb autóbet löztük, de most lejátsszuk, hogy maximalizáljam a veszteségeket. Úgyhogy! Végirakom a Levi is ready-ket a falakra. Levi is Levi. Az embereket berakom középre. Kérek Leviket. No, nem kapsz. Kérek Leviket, és akkor arra nem kell figyelned. Mert ezt majd kommentálom én. Kommentálod? Hát mondom neked, hogy úristen, tátörnek, úristen! De most mi kapja az öt egységből egyet, vagy mi a fene? Kettő. No. Dude, öt ember, vagy öt egység. Ezeket azért tudom irányítani, de nem kell az asszisztanszod. Tudod, hogy ő ágyúj is van? Ja, a Wooden Cannon. Milyen ágyúj vannak? Ja, a Wooden Cannon. Te vagy a Levi is Levi. Levi is ready! Levi is Levi. Ha lovasságát meg lehetne baszogatni? Nem. Az jó lenne. Na látod, ezért nem adok neked Leviket. Mert mi lennénk a lóbaszók? Nem, mert megint az lenne, hogy Trunkaló, maradj benne a várban, oké? Okay? Oké! Okay. Trunkaló, mit csinálsz a váron kívül? Semmit! Nagyon addig nézem ezt a folyópartot. Oké. Okay. A halászfalukkal. Aki akar csatlakozni, az jöjjön ide hozzám. Te vagy a halászfalú. Itt horgászok éppen. Megnézem, hogy tényleg ott vagy-e. Jolaj, nem vagy ott. Elbújtam az egyik házba, haha. Oh, fuck you. Nem is tudsz, hogy nem is háza, nincs igazi modelljük, ez csak egy illúzió. Hol van az ellenség? Ott van az ellenség. Itt van a híres japáni kerék. Amit sikeresen feltaláltak és... Lehet sikertelen is feltalálni? A hatszöglet. Várjunk, ó, oh, rossz irányba nézve. Hatszögű kerék. Várj, mindjárt nézem a kereket. A japán kereket. Nem érdekel a hatszögű kerék? De. Vagyek. Amúgy lehet csak a graf szar nálam, és ez igazából egy kerek-kerék, bár kétlem. Dude, azok ott kerekek, hogyha a talicskán nézed őket. Mindkettő kerek. Oké, okay, ezt lefotózom és kirakom Facebookra, hogy nálam milyen a japán kerék. Oké! Okay. Melyik a screenshot? F12. Ja, oké, okay, megvan. A japán kerék. Szóval felteszem Facebookra. Nem akármilyen kerék, oh, itt van a egy japán kerék. Másik beautiful example of the japán kerék. A beautiful specimen of the Japan kerék. Nem tudod, hogy stagnál a gazdaság. The damned enemy has damned ambushed you, sir. Mi? Meg ambusoltak? Hol? The damned enemy has damned ambushed you, sir. Ez a fucking fuck körülbelül. Igen. The fucking enemy is fucking... Na itt közben hullik a Yari kivel. Kik ezek? Arad, a Yari kivel rassol itt előre. Ja, látom, okos. Lejjebb halkítom a játékot, mert kurva hangos és én meg itt ordibálok ezzelrel. Ja, hát ez, de most jó hangerővel beszélsz, olyan, mintha érzelmet lenne a kommentárban. Érzem, miért amúgy nem szokott lenni? Hát nem, mert halkan beszélsz, és akkor nem úgy hallatszik. Na, küldöd a Yari kacsikat, ők majd elintézik. Már rajta vannak. Őket. Majd charge-olnak, amikor felérnek. Igazából szerintem tudod, hogy tudnál nyerni simán. Hogy? Elhoznád a falaktól az embereket, ők felmásznak, és a Yarikachi close combatba agyonveri őket. No. Túl sokan vannak hozzá, mert is van Yarikachi-ja. Ja, bár meg van, most már jön egy katanakachi. Bár abban megijednek a falaktól a dolog, szóval. Ja, ezt lejátszottuk, tudom, mert itt volt a Yuga Kitai, akit megpróbáltunk elintézni, hogy legalább az kiessen belőle, és azt hiszem meg is öltük. Bár lehet, hogy másra gondolok. Mondjuk ott a felvétel, szóval meg. Ezt autóbat lőztük, ebben biztos vagyok. Mert úgy voltunk vele, hogy... Akkor ez egy másik volt. ...sok veszteséget okozni. Vagy akkor megostromolt valami másodat is. Miért estek ki a tavörök? Szétbombázta őket? Szétbombázta a Wooden Cannonnal. Ó, milyen szóval jön itt. Fontosan lő, bazd meg. Bal oldalt. Ja, hát azok a fágyuk, azok erről voltak, és még pontosak voltak. Na, megfutamítottam a lovasságot, amivel rusholt. És a Levi infantrival már nekik is az arcába robbanhatnak. Mert ez a rész előbb fog felmenni, mint a jó kis távol tengely. Valószínűleg. Bárki tudja. Fuck you. At the devil. Itt legalább nem kell számolgatni a kölcsönöket. Ja, igen. De csak várd ki. Ja, azt tudom, kikkel vagyok. Nagaoka. Ah, békezünk be.
Trunker of the Peace Corps. Tudnak, ja, azt hiszem reload skilljük van. Ja, nekik ilyen, ők ilyen modern sognátusiak. Amúgy nem játszunk egyszer 2v2-ket online? Nem hinném. Nem szeretem ebben a battle-eket. A Total War-ban én nem a csatákat szeretem, hanem az, hogy vannak csaták is, meg strategic map mód is. Ezzel nem igazán jön be a multi. De akkor a akkor Napolonban játszunk, ott jó? A sokkal jobb, mint itt. Nincsenek ilyen különleges képességek, meg ilyen baromságok. Napolonban már vannak, nem? Ja, Istenem. Ott kezdték el behozni. Mi? Napolonban kezdték azokat behozni, nem? Ott nincsenek. Oh, nincsenek. Napolonban az van, hogy... Igen? Megvetted az Emperor's Edition-t? Akkor tessék, itt ez a unit type, ami mindennél OP, és Inspire-ölje körülött az embereket, és 600-ra kerül. Én azt hiszem, azt megvettem. Jó, nekem csak a pre-order van meg, amiben haszontalan egységeket adtak. Nice. Hát legalább veszteséget okozunk nekik. Imádom, hogy itt ez a Yari tumor. Itt 500 emberen belerohant a saját embereimbe, és így tumultulnak. Yari Tumor akkor lenne, hogyha összemenne kettő és hirtelen 100 lesz belőle. Oh. És megtámadják a saját emberédet is. Olyan már izé, hogy nem Empire Total War-ban volt a Quantum Günterekkel. Jót volt General olyan szépen... General olyan szépen szemléli a csatát, hogy nem lát belőle semmit. Mert egy kibaszott lejtő látott meg. Lol. Azokban úgy belecsárgyolnék valami novassággal. Ül a tábornok a dombon és így, igen, ez egy hegy. That is indeed a wall. Itt fogunk kukoricát termeszteni majd. Ja. A portugálok elhozzák. Igazából a Trump a tábornoka és ott így, éppen ott élvezkedik a fal látványára. A wall. Itt fut egy Yari ki 13 emberrel az 55-ből. De bírom, hogy elfutnak a tábornok mellett, tehát végül is a katonák nem félnek attól, hogy itt van ez a samurái overlord, ja. Vagy 70 lovassal, és látja, hogy 12 ember itt futkozik el mellett. Ja, igen. 19. Ott menekülnek. Itt megy egy, tehát így nézd meg, hát a tábornok ja. Mellett futkozik egy ember. Hé, várjatok meg! Nem akarom, hogy megegyen minket a tábornok! Hát kell, úristen! Most meg így, who the fuck cares? Look at this beautiful edge, vagy mi van itt? This beautiful nem, ő most itt a lejtőt nézi. Sloop. Snow. De nem tudom mi az. Nem sloop, a sloop a hajó. Az. A sloop. Jaj. Mikor menjünk Pestre? Do know, de ezt ne a felvétel alatt beszéljük meg. Miért lehetne egy ilyen kis... fun... meeting. No. Oh, nem. Megtaláltam a kedvenc helyemet. Oké, itt is volnánk, szóval mi a placány magyaráztál? Na, ott tartottunk, igen? Hogy ha? Itt a nyugalom tava. Oh, de van a nyugalom tavát. Hát, és majd lesz ez tavasszal is, nem? És sőt, akkor több víz lesz benne. És innen is látni a gyönyörű erdőt. Mármint a gyönyörű hegyet, gyönyörű meg a várat, meg a falat. Na, nem. Ennyi. De akár itt úszkálhatnának is. A tábornokok. Aha. Na, nézzük tovább, hogy ez a szerencsétlen lepít gyűjti a killeket. Ó, oh, mennyi kie van? Ó, oh, már 56. Irányítsd, hogy öljék a katona kacsit. Oda kattintottam valahova. Ja, jó. Vagy ezt a Levi Infrancsit itt a szélén, azt talán elmenekül. Van még nőszere? Szerintem inkább próbálok veszteséget okozni annak az egységnek, ami pénzbe kerül. Ja. Bőn valami kretén, olyan magasra lövi a lövedéket, hogy... Na, ez. Ő a tábornokra céloz. Jaj, ne, belét fognak charge-olni Eri kacsival. Állítsd őket defensive formation-re. Én inkább belé charge-olok, viszont. Akár azt is lehet. Az emberi megcharge-olták azt a farakást a ház mellett. Szerencsére halálig harcolnak. Of course. Na jó, gyorsan harcoljanak halálig. Na? Bazzek, alig bírnak megölni bármit. Yep. Ó, odalőtt valami. Hagynod kell tudom, mik voltak ezek a robbanások? Ágyú, elkezdett lőni. Nem, ez valami. Nem ágyú. Hát wooden cannonja van, az nem robban föl. Ő izéje van szerintem, a grenade. Akkor lehet ilyen fire bomb thrower. Ja, igen.
De ez nincs neki. Pedig nincs neki. De akkor mi akkor faszommal csinálta? Az ágyú volt szerintem. Nem, figyelj, a Wooden Cannonnak nem robban a lövedéke. Neki meg csak az van, tudod, akkor az ilyen, nem ilyen tudom. Nyomot hagy. Ja, várja, ott van valami. Nem, az matchlock kacsi, hát én nem tudom, mi faszom volt ez. Matchlock kacsi. Te neked még él az embered? Ja, még van benne ketten. Na, oda kéne most be... Mi a faszomat csinálnak, ott pogóznak a közében. Az egyiket megölték. A másik karja... Pogóznak az erre. Az, amik pogóznak, igen. Na, nézzük a halálát. Nagyon hősies. Igaz... Ahogy... És eltűntek. És diszporod zenes. Nyertünk Glorious Victory, will soon be ours. A hova faszomba tűntek? Ja, fasz. A tábornok marad csak a... A csinálja még itt van. Lehet az lesz, mint ami szokott lenni a hidakon. Jaj, ne! De mik voltak ezek a robbalások? De nézd meg, mennyi van, érted? A Wooden Cannon nem is lő ilyen gyorsan. Hallod, lehet, hogy izé, lehet kicsó ninja volt, és ezt te nem látod. Ja igen, aztán valát, volt egy ninjája. De akkor okos volt, hogy bedobta a Yarikachiába a bombákat. Na, akkor azok a mission blinding grenade-ek. Ja. Ne, a blinding grenade nem hagy ekkora nyomot, vagy? De, vagy akármilyen gránát, amit tudnak dobni. Oké, okay, mindjárt visszatérünk. Na, itt is volnánk, hogy 854 embert öltem meg, az ellenségre még rákilelt magának 110-et. Gondolom azokkal a gránátokkal ott a végén. De úgy tűnik nem diszponolta a csirege. Sajnos. Oké, ez így blokkád alá vont. Hoppá. Az is blokkád alá vont. Aizukkal ugye nem harcolsz. Nem hinném ők, azt hiszem szövetségesek. Rott egy telkes nevesek. Jodó. Most tudom, kinek kéne figyelnem. Kinek a hadsereg mozgása. Én sem, szerintem most adunk majd mindjárt egy kis szünet, és mindketten átnézzük a térképet, hogy mi az, amire figyelnünk kell, és mi az, amire nem. Szerintem én mindenkivel békén vagyok, ugye? Ja, te béke kurva. Igazából nem is hát igen. Na. Ó, tavasz van. Én akkor a mondó vagyok, hogy most tartunk egy kis szünetet, és mindjárt visszatérünk, amikor rájövünk, hogy mi folyik hol. Oké, nagyjából itt is volnánk, tehát azt hiszem az a terv, hogy Trunkeró segbe támadja a Jozájukat, én meg megyek és kiírtom a macumékat. Úgyhogy, ja, fölön tolhatjuk. Ja? Ja, igen, te köröd. Oh, te köröd. Nem csináltam semmit amúgy. Promise lost, army crushed, of course, trade disrupted. Nem tudok vett... Jaj, fucking Shogun 2, kiüdötték a fővárosom, tehát már nem trade-elek senkivel. Ja, de csak veled nem, oké, okay. Mert reasons. Ugye, az nem a fővárosod. Ne, ja nem. Csak jó, nem, okay. nem tudsz ennyi emberre trade-elni, vagy mi. Ja, mert veled szárazföldön kereskedtem. Igen. Nem. De. Vizen csak éppen ott a flottája. Nem, szárazföldön, ez a tartomány határos feled. Amit elfoglalt. Oh. Na. Mindegy, de nem lenne a flottája, akkor tudnánk már trade-elni, hogy akár vissza is mehetnél a flottáddal. Kiírtani őt. Nem. Szerintem most felhúzom az csak adókat. Csak két hajója van. Ez most az a kör, amikor magasra hozom. És az neked egy csomó pénz lenne. Trunkus, nyugi! Ja, már is indultam vissza a flottámat. De mire odaérek, el fog menni. Ez a tartomány itt egy... Ja, nem az én trédem. Ez a tartomány itt egy kör alatt kiéhezik, szóval megvárom, hogy kirohanjam. És... Ja, ez az a kör, amikor... Ja, neked van ilyen dolgot, hogy... Gyorsabban éheznek ki. Hogy... Aha. Úgyhogy, következő kör. Obama manőverezik. De remélem, hogy hozzá elindul másmerre. Felém? Úgy érted? Igen, feléd. Fuck you! Mert akkor könnyen le tudom szakítani a tartományait. Ami ez az idióta átállt az Emperor oldalára. Ja igen, ő Emperor. Miközben Shogunátus is. Shogunátusként indult. És amúgy körbeveszik a Shogunátus, tehát nem tudom, hogy miért állt át az Emperorhoz. Szerintem úgy randomizált. Ja, lehetséges. Hát, vagy nem randomizál, csak hülye az emmi. Oké, okay, kitámadott. Ez egy quick save. És szerintem ez egy autóbetörő lesz, hogyha nem veszít túl sok embert. 169 is belefér. Jó. Peaceful, jó. Akkor mehetsz is tovább majd Siribesibe. Ja. Onnan meg mehetsz haza. Úgyhogy szerintem vidd vissza a... Aha. A flottádat. Közidronki.
Mi volt ez a hang? Mi? Milyen hang? What sort of hang? Ja, a repair-el ad azért a várat. Ja igen, azt te is hallod. A portot, ami azt illeti. Na, ez az a kör, amikor felemlem az adókat. Ja igen, itt a népesség ciklikus kifosztásával élünk, ugyebár. Akkor megfordítom a flottámat. Majd a köröm alatt. Húha! Van Elia, az Edo és az Aizu. Hol vannak az Edók? Az a fehér a tőle délre. Jaj, ne! Tartománya. Sokan vannak. Nem az Edók, hol vannak az Edóiak, vagy hol van Edo? Ja, ez Suruga. Nem, ez Edo. Ők az Edo. Edo. Nem Edók, Edo a tartomány neve. Ez kellemetlen. Most van meg. Nem tudom, hogy megtámadjam-e. Vagy még várjak egy kicsit. Támad meg. Még várjak egy kicsit, meglátjuk. Támad meg. Vennem kell sereget. És le kell oda vinnem délre. Atalka. Amúgy imádom, hogy a sok fucking dojo miatt nincs modernization levelem. Tehát nem tudok fejleszteni egyszerűen tech-eket. Lóz. Vegyek Jarikit? Yes. Vagy Jarikacsit? Yes. All of it, yes. Na, inkább most nem veszek még semmit. Oké, Enturn. Or province bombarded. Mounting arra, azt leszarjuk. Na, hogyha ezt tartományt úgy, ahogy van, itt hagyom. Az Aizuknak van egy full stack-je. Hogyha a Yozai mellé állnak, akkor az nagy szar lenne. Mondjuk nem tudom, hogy... That maybe? Ő a sogunátus pártiak, szóval nem szabadna melléjük állni. De ez a... De ez egy Total War játék. Te, neked ott van egy két darab egységed ugróban a határnál. Igen, tudom, megyek vele vissza az erőtembe. Azzal csak a határig látsz és onnantól kezdve az a sötétség? Igen. What the fuck, dude? Sogun kettő. Amúgy ennek szép lassan körönként kéne eltűnnie, mert azért érted? Nem egy pillanat alatt merített ki onnan az embereidet. Mi? Minek? Tehát valószínűleg vannak ott még kémeid, vannak ott még akik jelentenek, ja, persze, hol vannak persze. Az ellenség. Hát ez a, jó, ez mondjuk itt két hét telik el, vagy hogyan. Ja, na de két hét azért. Na, én jövök? Azt hiszem, hát nem az Emmy jön. Először. Paczki, ott még van három tartomány. Jesus. Ver. Hát ott, amiket támad. Ez még három város. Oh fuck, tényleg. Én is azt hiszem, lehet, hogy ki kéne békézned vele. Sirimicsinél van vége, vagy mi az. Nem, meg tudom állítani a Jozaiokat, hogyha támadnak. Csak uzen volt nagyon szarul védve. Meg eltudott, szerzek pénzt. Amúgy el tudom képzelni, hogy ez hazasétált. Lehet. Szerintem ez hazasétált és ide-oda kolbászol. Nem, azt látnám, mert látom az Ice területet, hogyha... meg minden határosat. Ők már voltak? A Jozai? Még nem. Vagy ők még csak most jönnek. Vagy lehet, hogy már voltak, de látnám a mozgásukat. Már voltak. Ez mi? Ó, fasza! Oda van a vor. Ó, oh, kedvenc zeném. Tibatul Bradas! Jó. Spectateljem akkor? Ja. Akkor mindjárt visszatérünk. Oké, okay, őre itt is volnánk trunkeló kedvenc vörös lámpás negyedénél. Oké. Okay. Yes. Tehát... ezt a csodát szerintem még nem vettük föl, csak így csatáztál. Hogyha mégis akkor még nincsenek meg a szévek, szóval innen folytatjuk és kész. De aztán még nem lékeznék. Csak már nem tudom, milyen szart kellett itt csinálni. Nem mentem volna iszokra a macu még felé. Nem tudom. Ez már volt. Ez már volt. Ez mivel volt ez az, ez már volt? Csillagkapu. Ja igen, ez ma volt! Az a rész kúra jó, elinkeljem majd neked, nem nézed meg? Azt a részt nem láttam. De ez annyira ilyen datfordítás, ez ma volt! Na én itt följövök erre a hegyre, hogy az Emmy szokott és figyelem az eseményeket. Úristen, mekkora város van mögötted, meg ott is! Mennyire úgy ne indítsd el, mi a fasz? Te indítottad el, nem én? Bazd meg, rányomok a unitre, elindítja, mert ott van benne az a kurva gomb közepén. Amúgy nem értem, hogy miért kellett egy
fél monitor nagyságú kibasz gongot adarapni. A kurva annyi. Menj simán sétálva, hát kilométerekre van tőled. Amúgy nem lett volna jobb a pusztán megütközni vele? Hát alig van katonája. Meg katonája. Nem, mert ez így sokkal menőbb. Jó. A vörös lámpás negyedi csata. Hát nem, mert kajakra tudod, ezek itt el fognak gengelődni. Mhm. Uh-huh. Ez mit jelent az, hogy el fognak gengelődni? Egyszerűen csak... Hát na, hogy be fognak torlódni. Ja, hogy úgy. Ja, igen. Csak remélem arra fognak futni, vagy arra fognak jönni, amire én akarom. Hát valószínűleg nem. Tényleg el is tűnök innen, hogy... Vagy ne? Honnan? Figyelj, hagyd, hogy jöjjön. Közben megkeresem, hogy van-e köztük Hitler. Már is emlékszem, hogy nézett ki Hitler. Már én nem a Hitler, hanem a Shogun Hitler. Hitler Shogun. Istenem, a német hoi négy mekkora kaksi. Azt hiszem, hogy ő az. Ja, cenzúrázott. Ja. De az a Hitler, de az a Hitleres démon szemes mód az eszméletlen. Meg egyébként már van rá egy mód, hogy kicserélték az összes cenzúrázott náci vezetőt anime portrékra. Na merre mennek vajon? De az abszolút sláger még mindig a fasiszt Latvia potato flag. Ez mincs olyan Vigar iszon, nincs is Spear. Egy Spear egysége van összesen. Ha. Az jó. De trunkálom, fuss neki lovasságának, ami nem létezik. What? That's right. Mi van? Fuss neki lovasságának, ami nem létezik. Miért is védekeznél megrősett pozícióba? Fuss neki lovasságának. Te miről beszélsz most? Arról, amit minden egyes hasonlomnál művelsz. Elkezdett futni. Csak cuki néz ki egy gyorsításba. Azaz, bemennek a piros lámpás negyedbe. No! Ha látod, hogy torlódnak? Igen, látom. Megy a gengelés, ahogy mondtad. És ezt hogy akarod kihasználni? Csak a lövődőket, vagy ráugrásolsz? Hát ugye ők nem tudnak mind lőni. Ja. Csak az első sor. Ja. Aztán bekerítem őket az utcákon. Itt lesz Stalingrad. Ez a tabletop Stalingrad. És így jön a Stalingrádi teleport, így körbeállod őket, lövöd őket össze-vissza, mindegyik berautol és eltűnnek. És így menekülnek, Paulus. Amúgy bírom, hogy kifárasztja magát futással. Ja. Így csak még jobb lesz a dolog. Na mindjárt hatótávba ér. I like this new generation of hatótáv. Oké. Okay. A Spear levél meg egy levél elment jobbra, mindenki mással középen jön. Az menjen. És jönnek azt hiszem az első lövések. És? Mondom, és? És mi a? Ezek szerint nem. Mi is? Ja, az annak az egységnek valami, ott éppen a falat nézi. Nem. Jó, másik hatótáv. Te ez mit csinál? Felfejlődik ott az utcán? Felfejlődik, háromszögbe ül lesz a csúcs. Na, első lövések. Már tudok lőni. Első lövések? Oh yeah. Amúgy imádom, amikor jön ez a fehér nyomjelzője a lövedéknek, jön, neki megy egy embernek, megáll a levegőbe, eltűnik és a fickó nem hal meg. Charge-ol a Spear levivel. Láttam. Ja, te is charge-ol a Spear levivel, oké. Okay. Ez hülye. Ja, hát ez nem tud úgy gondolkozni, hogy dolgok vannak a pályán. Ez bonyolult neki. Na, nincs hegy! Nincs hegy! Most elég nagy a káosz, nagyobb, mint gondoltam. Az egyik a Vigarisonnal elkezdett kifutni. Ó, oh, that hang. Na fiad! Ja, látom, itt jön a szendvics. Felzolom őket lovassággal. Ó, oh, lovasság, ver? A Spear levit? Ott. Hol? Két egész lovas odaérte az ellenséges alakzót, mindenki más a házat rohanta meg. Nem is odáll a vörös lámpás negyedben. De oké, ott középen az a szendvics levi az ott menekül, természetesen kívül. De illegább teljesen meghal. Ja. És ráutolnak, szóval mindjárt vége a csatának. Utolsó egység ráutol. Ja, mondjuk úgyis kitámadtak, szóval teljesen mindegy, mennyit adottunk. Hát nem, mert hogy kiéheznek, akkor nyernél, ugye? Vagy izé, még nem éheznek ki ideig. Csak akkor nyered meg az oksomat, ha kiéheznek, különben visszamennek az erődbe. Junkeró, ott vagy? Ah, jaj, valami érdekes jelent. Na jó, akkor end battle. Visszamennek az erődbe.
Na, itt is volnánk. Hogy áll? Minden egyes emberem, vagy nem, minden egyes halott én emberemre jutott 10 az ellenségtől. Úgyhogy menők vagyunk. Minden egyes halott én emberemre. És fejlődtem egy szintet. Good. Shut up! Macume flotta, oké. Okay. Minden egyes halott én ember. A szállat. No! Nem én vagyok a halott én ember. Mennyi nem te macsupicsóka? What? Hogy lett én ebből a macsupicsóka? How could this happen to me? Na, benne tudnám foglalni ezt a tartományt? Ó, várj, ezt fejlesztem a tábornokom. Oké, de rohadt élet, de pont nem látom a térképnek ezt a jobb felső részét, mert kitakarja a frame rate counter-e. Szóval csak vizuális indikátorokra tudok hagyatkozni, hogy úgy fogalmazzak. Jó, nézzük. Ah, autorizol. Hol? Jaj, ne, egy egységem teljesen meghalt. Nice. Musashit elfoglaltuk. Milyen egység újra töltsünk? Ja, de úgyis, csak egy szaros izé volt. Ja, csak egy levízre. Spear levi. Oké. Okay. Ja, ezért mentél te neki az odavariknak, mert a Josiah-ok blokkádolták őket, meg megtámadták őket, mert ott a seregük. Amire mágikusan van pénzük egyébként. Oh! Miközben van egy full stack nálam. Nem, ezek akkor rippen is elődnek. Szar. Rekordírok az egyik egységemre, azt mondja szar. Most hol meg. Ilyen tisztelten hogyan kéne működnem? Szar. Nekem is egy szar. Fogom a daimiomat és egyedül kiküldöm. Csak nem fog megtámadni ez az idióta. Jön a Josiah assassination attempt. Rátküld egy ágyút. Kinyírnak, mint szegény Yamamotót. Majdnem kiküldtem az emberemet a Aizukhoz relation improve-olni. Nice! Micsoda? Nice! Kezd megfertőzni a paradox, mi? Nem akarsz pénzt küldeni? Ja! No! Most nem a magul vagy? Most foglaltak el a főváros, már nem a fővárosom, hanem a, you know, az üzenem. The fuck? The fuck? Nagyon jó üzem volt ez. Mata van a 2016. Igen, a legfontosabb üzememet elfoglalták. De itt van Date Shinsaku, hogy megvédje. Hogy is hívják ott? You know, Miyagit. Majd. Ez rajt. Trade disputed, odafara. Ne nincs már ki, hol van ennek. Kereskedtem, te rohadék. Mi derítse ki, hol van, micsoda? Az Aizu, vagy Josai sereg. És menjél Siribe. Hogy a büdös életbe derítsem azt ki? A fenébe elfelejtem hozzarendelni a... Küldjed egy ninjat. Nincs ninjám! És pénzem sincs. Hát, ennyit ez a stromról. Hát ilyen pont nem értem oda. Várjál, küld előre a lovasságodat. No. Vagy a tábornokodat. No. Dehogy nem, akkor no. Be tudod őket hívni. Nem. És mi? Mert nem! Miért nem? Tics. Akkor be tudod foglalni. Call me your fucking tits! Nézd! Úgyse, szakadja készül. Hát ez jó lerohadni. Ez háborúzik veled? Nem! Azt hiszem. Ott vannak. Hol vannak? Azt hiszem, peace-be vagyunk. Elindult éjszakra. Nice. Akkor mi a Gibor beveszem az király. Éjszakon mondjuk talán pont nem tudom megállítani. Na mindegy. De most jön a Benny Hill effektus sok verziója. Az odavarák békét akarnak kötni. Van területük még? Jön egy van, de nézzük mennyi pénzt adnának. Adjatok 2000-et. Ó, adnak 2000-et. Nice. Adjatok 4000-et. Ezt már nem fogadják el.
Adjatok 3000-et. Nézd, és így küldjünk a pénzt, küldjünk a pénzt, küldjünk a pénzt. De várjál, hol van ezeknek területe? Nem tudod megnézni gyorsan? Izu. Nem vagy vele határos Edo határban. Ó, akkor az nem érdemes tovább folytatni. Nem. Adjatok 2500-at és mindenki happy. Mész oda és így, tesó, tesó, körüljük, adjam a pénzt, tesó, adjam a pénzt, mi életlen? Oké. Okay. Vagy csak 2000-et hajlandóak adni. Ez szörnyű. Trunkoló béke kurva újra. Hajszú! Összedem a Franciaország fog megtámadni. Az ilyen EU4-es húzás lenne így. Ó, oh, végre egyesítem Japánt és így, France declares war. Meg jó, hogy itt nincsenek szeparatisták. Aztán. Nincsenek. Csak szamurájra volt van. Itt van még a serege? Mert ha átból támadom... Hol van a serege? Azt nem tudjuk. Kinek a Josai? Hű, nagyon éjszakon vannak. Megy. Milyen csak egységei a másik vannak serege, ennek? Istenem. Ami itt van a határomon. Azt szerintem agyon tudnám verni. Vannak íjászai, meg ilyen hülyeségek. Meg ilyen hülyeségek? Szerinted neki essek? Kinek? Ott annak a seregnek, nézd meg, ott van a határom, a Musashinál. És akkor azt egybe el tudnám intézni, van benne két ágyú. Nem az erőség, amely a japán földrajz. Szerintem ja. Csak akkor visszahozom a tábornokom. Jaj, ne, ott van még egy. Azt szerinted tudna csatlakozni? Nem tudom. Hogy rávisz az egered ellenségre, akkor kiírja, hogy oda vezd egy piros nyíl? Nem. Akkor vagy nem írja ki, mert békében vagy nem tud csatlakozni. Nem tudom. Összejönnek a piros karikáit, tehát okay. Elméletileg tud, nem? Nem tud, azt nem tud. Jó, hát meglátjuk. Ha mégse, akkor most szépen elmentjük, mert amúgy kurvára nem írja ki. Csak ha már háborút üzenek, szerintem csak akkor. Ja, ezen gondolkoztam én is. Csak mert most érted, van, nem tudom, 3 lovasa, meg íjásza, meg ilyenek. Junkor, nekem ez egy rakás kérdője, tehát nekem mondhatod. Na meg a tálkálod? Jó van, akkor hadat üzenünk. És így... Nézzük, hova állnak a szövetségesei. Mellé. Kurva anyád. Nice. Ugye hallod, a 100% shogunátus párti Aizuk? Hogy ne hívtalak volna be? Nem kaptam üzenetet róla. Ja, mert én már hadba állok vele. Csak az Aizukkal nem álltál hadba. De én hadba a Jozaja, de nem igaz be a Jozaja okok ellen, tehát a szövetségeségkel se kerültem hadba. Ha ki tudnám lootolni, de inkább nem. Ezt az információt 3 perc múlva meg fogod kérdezni. Milyen információt? Az, hogy mivel a Jozaiokkal hadban állok, nem hívtál be, tehát nem állok hadban az Aizukkal sem. Érdekes. Meg nem azt írta, hogy csatlakoztál. Mert már benne vagyok egy háborúban a Jozaiok ellen, de a te háborúban nem csatlakozhatok, mert már hadban állok velük, tehát nem üzelhetek nekik még egyszer hadat. Jaj, értelek. Nagyon érdekesen van itt ez kitalálva. Hát igen. Creative Assembly. Na akkor nézzük ezt a... Ja, nem csatlakoznak. Ah, nézzük! Van két ágyúja, két íjásza, két lovassa, egy generálja, meg egy kisó ninjája. Oké. Okay. Elbírsz vele? Azt írja, hogy ellenem van a favor. De hát a lovasságát azt megállom. Az ágyúi szarok. Az íjászait le tudom rohanni, meg a matchlockját. Kisó ninja, itt lelövöm. Oké, megcsináljuk. Oké. Okay. Akkor elmentjük, és te is lásd, amit én látok. Aha. Ezzel nem egy gyengeség, de meglátjuk. Akkor mindjárt visszatérünk, ó, csatában. Úristen, milyen póker arc van az embernek, meg a tiédnek is. Ó, ott van Falu2-es tábornok! Ott van ő, Tsukinosuke Kawaii, aki a világ legcukibb Falu2-ese. Szóval csata.